build something up for the players to get forward on his team. Instead, Namath driving right at the heart of the defense, cutting his way back around Borchers. Here's Namath, Christian Namath, and he finds the far post! An absolutely superhuman effort from Christian Namath, and could have given Sporting Kansas City a smash and grab here in Portland. Így van, a mennyasszonyom Duna Szerdén született, és itt élnek a mai napig. Úgyhogy sokat járok Duna Szerdájra, lassan már ugye több mint 13 éve. És ezzel egyidejűleg ugye a csapat ugye a Dacot is követtem. És amióta ugye a világi Oscar átvette a klubot, az ott a komoly fejlődésen ment keresztül. Úgyhogy büszke lett mindenki, aki ennek a részese volt. Mivel hogy jártam a meccseket, azért mindig volt bennem egy érzés, hogy milyen jó lehet ez a fanatikus szurkolótábor előtt játszani. Ez most úgy is megvalósulhat, hogy pályára lépek és előttük fogok játszani, úgyhogy ez nagy motiváció, és nagyon várom ezt a pillanatot. 18 éves volt, amikor először Liverpoolba igazoltam, és hát lassan ugye egyszer jöttem vissza az MTK-ba, úgyhogy pályafutásom nagy részét külföldön töltöttem, és most meghoztuk azt a döntést, hogy Amerikában ugye lejárt a szerződésem, kicsit közelebb szerettünk volna jönni, és ennél közelebb nem is jöhettünk volna. Hát ugye folyamatosan azért volt egy kommunikáció köztünk itt az évek alatt, és most pedig úgy adódott, hogy ugye megkerestek, és én pedig nagyon boldogan jöttem. Így van, nagyon tehetséges játékosok vannak itt a keretben, ugye vannak magyar válogatottak is, úgyhogy szép jövő áll előttük, keményen dolgoznak, reméljük, hogy együtt jó csapatot alkotunk. Hát jó lenne valamit nyerni, ugye a kupa az nagyon jó lenne így elsőre. Ugye az most realitás, sokat hogyha nézzük, akkor talán az a legkönnyebben megnyerhető trófea idén. Úgyhogy reméljük, hogy ha nem is idén, de jövőben a bajnokságot is sikerül majd nyerni a DASZ-nak. Ez a jövő zenéje, de legfőképpen arra koncentrálok, hogy most minél előbb újra formába lendüljek, és tudjak segíteni a csapatnak. Az MLS, ugye az amerikai bajnokság nagyon korán befejeződik, mondhatjuk így, ugye itt februártól novemberig tart a szezon, ugye ezért volt ez a kisebb, hosszabb pihenő most, de folyamatosan edzésbe voltam, természetesen azért más csapattal edzeni, én is tudom, és meccseket játszani, úgyhogy kell egy kis idő, míg formába rendülök. Van egy alap állóképességem, meg edzettségi állapotom, de biztos, hogy kellene fog egy kis idő, mire a csapat is megismer engem, mik a mozgásaim, én is megismerem a többieket, és akkor így biztos, hogy egy idő után ez össze fog állni. Úgyhogy várom a következő szakot, és reméljük, hogy minél előbb beéleszkedek. Jól szólom, a KZ még gólpaszt is adott, úgyhogy remélem ez össze meg is marad. És biztos nagy segítség. Nyilván főleg itt az első napokban őket, hogy így velük már játszottam, de a többieket is meg szeretném ismerni, segíteni esetleg, mint idősebb játékos őket a fejlődésükbe. És természetesen azért már láttam mérkőzéseket, úgyhogy van komoly potenciál ebbe a csapatba. Hát először amit előbb is említettem, hogy formába kell lendülnem. Én is tudom, hogy ha játszok és gólokat rúgok, akkor valószínűleg otthonról ezt nézni fogják. És számításba jöhetek a váltottnál. Jelen pillanatban a koncentrációm az, hogy itt teljesítsek. Aztán majd nyilván ez, hogyha ez jól sikerül, akkor ez hozza magával a többit.